Zahvaljujemo se učenicima muzičke škole Subotica, Krsenjog Stjepana Savatko i Zena i škola Dijake, a inak. Dame i gospodo, dragi gosti, dobar dan i dobrodošli na svečano polaganje kamene temeljca budućeg Doma kulture na Paliću. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, sok szeretettel üdvözlöm Önöket a mai ünnepségen, amelynek apropója a Palicsi Magyar Művelődési Központ ünnepélyes alapkőletétele. Külön üdvözlöm, posebno pozdravljam Istvana Pastora, predsjednika Saveza Vojvođanskih Mađara i predsjednika Pokrajinskog parlamenta. Pastor Istvan Urat, Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, tartományi képviselőház elnökét. Gospodina Mihalja Njilaša, pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu propise nacionalne manjine i potpredsjednika pokrajinske vlade, Mihalja Njilaša Urata, tartományi kormány alelnökét, oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkárt. Gospodina Nebojšu Vojnovića, podsekretara sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Nebojša Vojnović Urat, tartományi regionális fejlesztési régióközi együttműködési és helyi önkormányzati altitkát. Sarlai Péter konzul urat, a Szabadkai Főkonzulátusról, gospodina Pétera Sarlaija, konzula Magyarszko Konzulátus Szubotici. Kakas Bélát, Csongrád megyei közgyűlés elnökét. Bélu Kakasa, predsednika Skupštine Županije Csongrád. Nógrádi Zoltán urat, Mórahalom polgármesterét, gospodina Zoltán a Nógrádia, gradonáčelnika Mórahaloma. Török György urat, a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, gospodina Gyergya Tereka, predsednika Magyarsko-Szerbske Trgovinsko Industrijske Komore. Csókási Eszter asszonyt, a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökségi Nonprofit Közhasznú Kft. Elnökét, gospođu Ester Čokaši, predsjednicu neprofitnog javnog društva Euroregionalna razvojna agencija za razvoj Dunav Kriš Moriš Tisa. Dukai Félix urat, az Egymásért Egyesület elnökét, predsjednika udruženja Egymásért Duka Félixa. Hajnal Jenő urat, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, predsjednika Magyarskog Nacionalnog Saveta Jene Hajnala. Gradonáčelnika Subotice, Bogdana Labana, Szabadka polgármesterét, Bogdan Laban urat. Predsednika Skupštine Grada Subotice, Bumfada Tivadara, Bumfot Tivadar urat. A szabadkai képviselőtestület elnökét, valamint Horváth Tímeát, alpolgármester asszonyt, Tímeu Horváth zámenicu gradonáčelnika Subotice. Újabb fontos állomásához érkezett tehát a Colorful Cooperation nevet viselő projektum, amelyet az Európai Unió, az Interreg IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program részeként támogat. Projekt Colorful Cooperation, koji Európska Unia podržava u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije, stigao je do još jedne važne stanice. U mađarskom pograničnom mestu Mórahalom već se gradi Srpski kulturni centar, a ovde na Paliću danas polažemo kamen temeljac za budući mađarski kulturni centar. Oba centra imaju važnu ulogu u ispunjavanju jednog od osnovnih ciljeva prekograničnog projekta, a to je razvoj sveobuhvatne kulturne strategije za ceo mađarsko-srpski pogranični region. U okviru pomenutih kulturnih centara, ali i u Novom Sadu, biće organizovan veliki broj izložbi, kulturnih programa i kreativnih radionica, a ideja je da se na taj način pomogne pripadnicima raznih etničkih zajednica da uče o kulturnim vrednostima, tradicijama, umetničkim dostignućima i umetnicima svojih suseda. A Mórahalmon népülő szerb és a palicsi magyar kulturális központoknak fontos szerepe van. Rajtuk keresztül fog megvalósulni a projektum egyik legfontosabb célkitűzése, mégpedig egy átfogó kulturális stratégia kidolgozása a teljes magyar-szerb határtérség számára. A projekt részeként az újonnan létesített kulturális központok és Újvidék
kiállítások, kulturális programok és kreatív workshopok nagy számának ad majd helyet. A különböző népcsoportok tagjai ezeken a rendezvényeken megismerhetik egymás kulturális értékeit, hagyományait, művészi eredményeit és művészeit. A projekt ezen felül részletes kulturális és idegenforgalmi információkkal és célzott hírkampányokkal segíti elő a magyar-szerb határtérségen belüli kulturális együttműködés és idegenforgalom fejlődését. Ennek érdekében egy internetes információs és hírközpont alakult meg magyar és szerb nyelven, de tervezik Újvidék, mint Európa leendő kulturális fővárosa és környékének bevonását a magyar-szerb határtérség kulturális és idegenforgalmi életébe. Detaljne informácie z oblasti kultúry i turizma i dobro cíňená kampáňa prezentovania vesti u okviru projekta pružiče postice za razvoj kultúrne saradnje i turizma u mađarsko-srpskom pograničnom regionu. U tom pravcu pokrenut je online centar za informacije i vesti na mađarskom i srpskom jeziku, a planira se i integrisanje Novog Sada, buduće evropske predstavnice kulture i okolnih regiona u kulturni i turistički život mađarsko-srpskog pograničnog regiona. Ukupan budžet projekta Raznobojna saradnja iznosi nešto manje od 3 miliona i 740.000 evra, od toga Evropska unija obezbeđuje oko 3 miliona i 178.000. Vodeći korisnik je neprofitno javno društvo DEO Euroregionalna razvojna agencija za razvoj DKMT Dunav Triš Moriš Tisa, a ostali korisnici Pokrinjski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Edmašet, Udruženje mladih za razvoj zajednice, grad Subotica i grad Novi Sad. A színes együttműködés elnevezi projektum összértéke valamivel kevesebb, mint 3 millió 740 ezer euró, ebből az Európai Uniós hozzájárulás közel 3 millió 178 ezer euró. A projektum vezető kedvezményezettje a DKMT, Duna Körös Maros Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Non-Profit Közhasznú Kft., a többi kedvezményezettek pedig a Tartományi Regionális Fejlesztési Régióközi Együttműködése és Helyi Önkormányzati Titkárság, az Egymásért Ifjúság és Közfejlesztő Egyesület, valamint Szabadka és Újvidék városok. Felkérem Nebojša Vojnović urat, a Tartományi Regionális Fejlesztési Régióközi Együttműködés és Helyi Önkormányzati Titkárság altitkárát, hogy üdvözölje Önöket. Pozivám Nebojša Vojnovića, podsekretára Pokrinjskog sekretarijata za regionalni razvoj, među regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, da vas pozdravi. Dame i gospodo, poštovani učesnici projekta, dragi gosti, dozvolite mi da vas najsrdačnije pozdravim na današnjoj ceremoniji simboličnog postavljanja kamena temeljca na lokaciji gde je predviđena gradnja Mađarskog turističkog i kulturnog centra na Paliću. Danas prisustvujemo ostvarivanju rezultata jednog od 5 Interreg IPA projekata iz programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije za period 2014-2020. godine. Posebno mi čini zadovoljstvo što implementiramo još jednu fazu u veoma dobrom projektu pod nazivom Raznobojna saradnja, ili vam na engleskom colorful cooperation. Moram ovom prilikom da naglasim da je projekat Raznobojne saradnje započet 1. juna 2017. godine, nastao u velikoj meri kao rezultat rada pokrajinske vlade i da je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu uključen kao partner u ovom vrednom projektu razvoja turističke i kulturne saradnje sa ukupnim budžetom od 3,7 miliona eura. Hölgyeim és uraim, kedves projekt résztvevők, tisztelt vendégek! Engedjék meg, hogy sok szeretettel üdvözöljem Önöket a mai jelképes alapkőletételen, amely az újabb lépése annak az együttműködésnek, amelyet a két ország, Magyarország és Szerbia valósít meg a határon átnyúló együttműködési program keretében. Ez az 5 megvalósuló projekt egyike a 2014-2020-as időszakban. Külön örömömre szolgál, hogy még egy fontos fázisához értünk abban a projektben, amelynek címe sokszínű együttműködés. És ezúttal is szeretném hangsúlyozni, hogy ez a projekt nagy részt a tartományi kormány, illetve a tartományi regionális fejlesztési, régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság hathatós támogatásával és közreműködésével valósult meg,
amely partnerként vesz részt ebben a projektben, amelynek értéke 3,7 millió euró. Projekat, odnosno objekat koji će se graditi na ovoj lokaciji, projektovan je u duhu mađarske arhitekture kao multifunkcionalni objekat, opremljen najsavremenijom opremom za organizovanje raznovrsnih kulturnih događaja ukupne površine od oko 800 kvadratnih metara sa nizom pratećih sadržaja. Njegova uloga je zamišljena kao mesto okupljanja mladih iz pograničnog područja i mesto razmene iskustava i informacija o događajima koje nas međusobno povezuju. Posebno raduje što je za ovu priliku izrađena i posebna web stranica koja će informisati o događajima u okviru kulturne saradnje. A magyar építészet szellemében tervezett multifunkcionális épület a legkorszerűbb felszereléssel fog rendelkezni a különböző kulturális események megrendezésére, mint egy 800 négyzetméteres hasznos alapterülettel. Szerepét úgy képzeltük el, hogy a fiatalok találkozó helye legyen, ahol tapasztalatokat és információkat cserélhetnek a bennünket összekötő eseményekről. Külön örülök annak, hogy a projekt keretében egy web honlap is elkészül majd. Bitno je naglasiti da realizacija ovog projekta daje snažan podsticaj razvijanju ukupnih kulturnih veza između srpskog i mađarskog naroda. Sem toga, njegova uspešna realizacija i postignuti rezultati opravdavaju dobre lokalne inicijative koje imaju za cilj da umanje perifernost ovog pograničnog područja i obezbede stabilan prostor međusobno komuniciranja o životnim potrebama građana na mađarskoj i srpskoj strani. Njegov turistički potencijal ovog područja u cilju kreiranja boljeg poslovnog okruženja za investicione projekte i stvaranje boljih uslova za život građana. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a létesítmény erős lendületet ad majd a kulturális kapcsolatok erősítésének a szerb és magyar nép között. Emellett eredményes megvalósítása és elért eredményei igazolják a helyi kezdeményezések jelentőségét, amelyeknek célja az, hogy kiküszöböljék ezeknek a területeknek a periferitását, és hogy összekössék a lakosokat a határ magyar és szerb oldalán. Kétségkívül jelentősége abban is megnyilvánul majd, hogy külön tevékenységre ösztönzi majd a gazdasági és turisztikai vállalkozásokat, hogy kihasználják ennek a térségnek a potenciáljait. Izvesno je da realizacija ovakvih međunarodnih projekata ne bi bila moguća bez financijske podrške Evropske unije, ali i političke atmosfere koje odlikuju uzajamno dobri bilateralni odnos između dve države koji su danas bez sumnje na istorijskom najvišem nivou. Smatram posebno bitnim to što su ovakvi projekti ciljno orijentisani prema jačanju prijateljstva mađarskog i srpskog naroda, imajući u vidu da nas istorijska i geografska i kulturna bliskost upućuju na obavezu uklanjanja razvojnih barijera, tako što ćemo graditi zajedničku viziju razvoja i u projektima koji doprinose čvršćem regionalnom povezivanju. Bizonjoš je da ovakvi nemzetközi projektek megvalósítása nem lenne lehetséges az Európai Unió pénzügyi támogatása nélkül, és anélkül a politikai légkör nélkül, amelyet a két ország rendkívül jó kapcsolatai is bizonyítanak. Kétségkívül az két ország viszonyai történeti csúcspontjukon vannak. Különösen fontosnak tartom azt is, hogy az ilyen projektek arra irányulnak, hogy erősítsék a magyar és a szerb nép barátságát, különös tekintettel arra, hogy erre kötelez bennünket a két ország történelmének és földrajzának és kultúrájának a közössége is. Emiatt el kell távolítanunk minden a fejlődést akadályozó akadályt. Autonomna pokrajina Vojvodina, kao područje koje zna da neguje kulturni identitet drugih naroda i multietnička regija par excellence, uvek će snažno podržavati programe koji doprinose boljem položaju pripadnika mađarske zajednice. Zato s ponosom mogu da istaknem da se obim zaštite i struktura njihovih prava u pokrajini Vojvodini stalno obogaćuju
prema najboljoj praksi i standardima Europske unije. Na kraju želim da naglasim da realizacijom ovog projekta grad Subotica i Palić dobijaju još jedan prostor za izgradnju našeg međusobnog povjerenja na regionalnom nivou, što čini važnu pretpostavku i za druge aktivnosti koje nas u narednom periodu očekuju u jačanju kohezije i kooperacije sa susjednim državama, što za Republiku Srbiju, koja je uspješno otvorila značajan broj poglavlja u procesu europskih integracija, predstavlja ostvarenje izuzetno važnog cilja. Vajdaság autonóm tartomány egy olyan terület, amely mindig is ápolta a különböző népek kultúráját és identitását. Egy példa nélküli terület, amely mindig is erősen fogja támogatni azokat a programokat, amelyek hozzájárulnak a magyar nemzeti kisebbség tagjai helyzetének javításához. Ezért büszkén emelem ki azt, hogy a tevékenységünk összhangban áll az Európai Unió legjobb gyakorlatával. Végezetül szeretném hangsúlyozni azt, hogy a Szabadkaváros és Palics számára fontos projekt megvalósításával még egy olyan terület jön létre, amely hozzájárul ahhoz, hogy az elkövetkező időszakban erősítsük a kohéziót és a kooperációt a szomszédos országokkal, ami Szerbia számára különösen fontos, hiszen sikeresen nyitott meg számos tárgyalási fejezetet az európai integráció folyamatában, és ez a legfontosabb cél az állam számára. Hvala lepo, köszönjük szépen. U nastavku će vam se obratiti gospodin Felix Duka, predsjednik Udruženja mladih za razvoj zajednice Egymásért. Duka Felix, az Egymásért ifjúsági és közösségfejlesztő egyesület elnöke szól most önökhöz. Elnök urak, titkár urak, tisztelt polgármesterek, kedves megjelentek! Egyesületünk Móralmon 15 éve jött létre, akkor megfogalmazott célok a mai napig meghatározzák munkánkat. Tenni a közösségért. A tevékenységeink során mindig a kommunikáció volt az összekötő kapocs, mellyel igyekeztünk formálni a közösségeket, párbeszédet teremteni a különböző civil csoportok és generációk között. Egymás jobb megismerése és elfogadása céljából változatos csatornákon keresztül szóltunk a körülöttünk élők felé, az elmúlt másfél évtizedben. Poštovani gospodo predsjednici, poštovani gradonačelnici, dragi prisutni. Naše udruženje je osnovano pre 15 godina u Moralnu. Tada formulisani ciljevi i do danas određuju naše aktivnosti činiti nešto za zajednicu. U toku naših aktivnosti uvek je komunikacija bila osnovni postament i to je bila veza koja je spajala razne civilne grupe, odnosno generacije. Naš je cilj međusobno bolje upoznavanje i međusobno prihvatanje i u tu namjenu zbog tog cilja primjenjujemo razne kanale i uvek smo govorili onima koji žive uz nas. A mostani együttműködés kiemelten fontos számunkra. A közösségfejlesztés egy új dimenzióját tűztük ki célul, határon átnyúló kultúrák közötti kapcsolatot szeretnénk teremteni. Ova saradnja je izuzetno važna za nas. Razvoj zajednice dobija jednu novu dimenziju, dimenziju prekogranične saradnje i stvaranje veza sa među kulturama raznih naroda. Tisztelettel jelentem önöknek, hogy Morahalmon a szerb kulturális központ építkezése remekül halad. Az építkezésen kívül fél évvel ezelőtt már elindítottuk a kapcsolati háló kiépítését és különböző stratégiák kidolgozását, hogy a kulturális központ zökkenőmentesen tudjon indulni. S poštovanjem javljam da izgradnja Srpskog kulturnog centra u Morahalmu izvanredno napreduje, a sada s radošću prisustvujemo polaganju kamena temeljca Mađarskog kulturnog centra. Istovremeno u Morahalmu smo počeli stvarati mrežu kontakata.